A stroke egy gyűjtőfogalom, kétféle agyi katasztrófa tartozik ide, mondta kérdésünkre a Magyar Stroke Társaság elnöke, aki a Pécsi Neurológiai Klinikán dolgozik. Dr. Szapári Lászlót telefonon értük el. Az esetek, a stroke esetek, hogy 80-85%-át adja azok agyi érelzárulások. Tehát érelzárulás következik be, ennek következtében az agy rosszul vérellátó területén egy károsodás, úgynevezett agyinfarktus alakul ki. És a stroke-ok kisebbik részét, 10-15%-át pedig vérzéses problémák adják, eldurran egy ér, elreped egy ér az agyban, és különböző helyeken vérzés alakul ki. Évente 30 ezer sztrókos esetet kezelnek hazánkban. A szakember azt mondja, az idő a legfontosabb, hiszen minél hamarabb kerül valaki kórházba, annál kisebb lehet az agyi károsodás a szélütés miatt. Ezért a tünetek felismerése és a segítségkérés kiemelten fontos. Mindig egy hirtelen jelentkező beszédzavar, egy hirtelen jelentkező féloldali végtag bénulás, és egy hirtelen jelentkező arccsempeség, tehát azonos oldali arccsempeség, azonos oldali arcbénulás, azonos oldali végtaggyengeség esetében nagyon nagy valószínűsége van annak, hogy stroke-ról van szó, ilyenkor a betegnek vagy a hozzátartozónak azonnal a mentősöket kell hívni. Akik a legközelebbi stroke központba szállítják a beteget, itt az érelzáródást okozó vérrög gyógyszeres feloldása vagy műtéti eltávolítása az első. Ezután az okok kiderítése és gyógyszeres kezelés beállítása, ami csökkent az újbóli agyi infarktus kialakulását. Magas vérnyomás, elhízás, cukorbetegség, magas vérzsírszint, illetve a dohányzás, mozgásszegény életmód, ezek mind kockázati tényezők a stroke kialakulásában. Ezek alapján mindenki elvégeztethet egy tesztet házi orvosánál, hogy megbecsüljék, nála milyen eséllyel kell tartani a betegségtől. Október 29-e a stroke világnapja.